Jessica, te mi leszel, ha nagy leszel? Állatorvos. Én tűzoltó leszek. És te, Vincent? Én sok szabad időt akarok, és hogy munka közben úgy érezem, hogy nyaralok. Értem. És mi akarsz lenni, hogy ez valóra váljon? Közalkalmazott, mint a tanárbácsi. Hívlak az irodából, az ingyen van. Itt a vadászengedély, Gerard. Hoztam neked hűriet. Hűriet? Nem kellett volna. A közalkalmazottakat arra biztatjuk, hogy időben távozzanak. Ha nem fogadja el, áthelyeztetem egy kellemetlen helyre. Ki akarnak rúgni? Őrületes áthelyezések lesznek. Na is aláírja. Te! No, Vincent, ne káromkodj! Találjanak neki egy állást pöcegödörben, csatornában, WC-ben, nem érdekel, de találjanak! A feladata az lesz, hogy megvédje az állomás kutatóit a jegesmedve támadásoktól. Egyből a láb közé céloz. Nem volt még olyan, hogy vendégségben a kutya megszaglázta ott? De. Biztosíthatom, hogy Fabrice nagyon jól összevarták. Egy kicsit fel is javították, csak hogy biztassam. Hagyjuk hűlni egy kicsit. Írjon nekem egy igazolást, hogy alkalmatlan vagyok. A kutató, akivel dolgozna, csalódott lesz. Kutató? Igen, keresem valaki mást. Fogok egy földgömböt, megpörgetem, véletlenszerűen rábökök valahová, és arra a helyre helyezem át Petyjét. Tarts ki, Vincent, tarts ki! A hónap dolgozója. Most hová küldenek? Nem bízik a fehérekben, mert önzők, udvariatlanok és arrogánsak. Ez a fehéreknek csak egy icipici részére igaz, a párizsiakra. Hamarosan a mozikban.